Az első momentum az, hogy jó napot, mi történt? Az újraélesztéshez szakértelem kell. Balesetek esetén a laikusok nem tudják, mi a helyes cselekvés, vagy a segítő szándék miatt nagyobb bajt okoznak. Ezen a problémás helyzeten kíván javítani az egészségfejlesztési iroda Balatonalmádiban. A meghirdetett tanfolyamon az elméleti oktatást követően próbababán gyakorolhatták a résztvevők, hogyan kell szakszerűen újraéleszteni. Tisztában kell lenni a helyes fejpozícióval a baleset esetén. A szívmasszázs erőssége és ritmusa mellett jól kell időzíteni a lélegeztetést is. Az életmentő technikák elsajátítása után remélhetőleg többen kapnak esélyt az életben maradásra. A mentők kiérkezéséig eltelt idő alatt nyújtott segítség nagyon fontos. Szívleállást követően 4 perc után bekövetkezik az agyhalál. Götz Norbert mentő ápolóként dolgozik. Sokszor tapasztalja, hogy a laikusok egy tanfolyam elvégzése után sokkal bátrabbak. Baleset esetén mernek cselekedni és megvizsgálni a bajba jutottat. A helyszíni újraélesztés és az, hogy a időben el van-e kezdve, ez talán így abszolút meghatározza az újraélesztésnek a kimenetelét. Tehát az, hogy így a laikusok már a helyszínen megállapítsák a halál tényét, meg tudják állapítani, oda merjenek lépni, meg tudják vizsgálni a beteget, és hogyha úgy ítélik meg, neki tudnak állni az újraélesztésnek, akkor ez így az egész újraélesztésnek a kimenetelét meghatározza. És hogyha ez nem történik meg, akkor nyilvánvaló sokkal kétségesebb ennek a kimenetele. A gyakorlaton precízen be lett mutatva, hogy a fejet milyen helyzetbe ajánlatos állítani. Ezzel a fulladást lehet megelőzni. A szívmasszázs erőssége, az időzítés, valamint a levegő tüdőbefújásának sorrendjével is tisztában kell lenni. A résztvevők számára nagyon hasznos az életszerű oktatás. A gyakorlatot követően többen érezték úgy, hogy baj esetén helyt tudnak állni. Most kicsit izgultam, mert én még ilyen babán nem próbáltam, csecsemőkön próbáltam, csecsemőbabán, úgy értem, teljesen más. Nem tudtam, milyen erővel kell, úgyhogy nagyon jó ez a tanfolyam, ennek nagyon örülök, hogy megrendezték, és hogy itt lehetek, mert nagyon sokat lehet tanulni belőle. Aki szeretné elsajátítani az újraélesztés technikáját, jelentkezhet a következő tanfolyamra. Az egészségfejlesztési iroda megfelelő számú jelentkező esetén akár több alkalommal is megszervezi a tanfolyamot. Jelentkezni személyesen az egészségházban vagy az EFI elérhetőségein lehet.